Tessék, ott van a fried fries. Ott van az alja, ott van a teteje. Belerakunk egy sajtot, ami még nem romlott annyira. És egy well done meat-et kér. De jó, ennek örülök. Végre tudunk valamit normálisan kiszolgálni. Jó főzés, Jay, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 7. hónapot. Köszi szépen, haver. Nem tudom, hogy van-e egyébként receptkönyve. Mozzarella fries. Hát, van egy rossz hírem, haver. Azt nem feltétlen fogod úgy megkapni, ahogy te arra számítasz, de én... Ne én legyek az, aki elrontja a napodat. Meet well done. Már mehet is a hambi a 9-esbe. Good! Jöhet a 10-es. Ja, igen, hát a 10-es az nem fog örülni annyira. Figyeljetek, ahogy viszont észrevettem, minden rendelés ad presztist. És valamennyi pénzt az is ad. Tehát igazából, ha közel azonos dolgot próbálok meg csinálni, akkor az, azért annyira nagyon nem lövünk mellé. Nem mindenki kapja meg, amire vágyik, de ilyen az élet. Tehát, hogy miért pont egy hamburgerezőnél lenne más? Nem? De. A bamba. A baj, hogy most ez emiatt a hamburger készítgetés miatt, most én annyira megkívántam azt a bamba marhát, hogy lehet, hogy onnan fogunk. Van a bamba marhának házhoz szállítása, srácok? Mert ha igen, akkor ma onnan kell rendelnem. A Volton van. Jó, akkor az Zsani tud rendelni, mert én foodpandás vagyok, Zsani a Voltos. Még csak össze se koszoltam az asztalt. Mondjuk ott a pesti pipi is hambis. Az nem, nem. A pesti pipi azért más ebből a szempontból. Én nagyon sokat szoktam tőlük rendelni, de azért az lényegesen más, másabb. Ott nagyon jók a rántott húsos szendvicsek. A rántott húsos szendvicseiket imádom, meg jó a kukoricasalátájuk, azt szoktam rendelni, de szerintem úgy hambi, még mondjuk hambit nem próbáltam náluk. Jó, figyeljétek! Mennyi pénzzel kezdtük ezt a napot, mert most 613 lett. Az azért annak ellenére, hogy maradjunk annyiban, hogy meglehetősen fosul vásároltunk, mármint fosul szolgáltunk ki. Ahhoz képest viszont nem is olyan rossz. Nézd meg, keresztbe áll az úton, hallod. Parkoló autónak neki megy. Nem sikerült presztízs szintet lépni, de majdnem. Tehát szerintem még egy ilyen kör, és akkor szerintem meg lenne a szintlépés. Mindenhol sarokcsiszolóval szedik le a Temil. Csak azt hiszed, hogy nem. Az mindenhol ugyanolyan. Valahol a patkányhúst szedik le, valahol meg mit tudom én, kutyával, macskával töltik föl. Addig örülj szerintem, ameddig nem azt látod a kebabosnál, hogy mondjuk egy ilyen spaklival szedi le a húst arról a
az irgalmatlan forgó, nem tudom minek hívják azt egyébként. Pesti Pipinél lehet, hogy sokat számít, hol és ki készíti, mert a Kolosi térnél nagyon jó kis szendvicseket dobnak össze. Én a munkahelyemre szoktam rendelni a Pesti Pipiből, ami azt hiszem ahhoz a legközelebb a Deák téri van. Tehát azt hiszem azt szoktak írni, hogy Deák téri Pesti Pipi, lehet, hogy nem pont ott van, de mindegy. Soha semmi problémám nem volt még vele. Baromi finom, friss, ráadásul még amikor odaérnek vele, bőven meleg is szokott lenni. Úgyhogy én abszolút elégedett vagyok vele, én kifejezetten szeretem. Ott általában olyan kombót szoktam rendelni, hogy a sajtos pipi burger, majonézes kukorica, meg a végén esetleg egy fánk, hogyha így meg akarom lepni magamat. Vagy mondjuk, mit tudom, nutellás palacsinta, mert azt hiszem még az is van náluk. Vagy nyugati. Lehet, hogy nyugati vagy Deák tér, valamelyik a kettő közül ahonnan hozzák. De hol látom a pénzt? Tehát itt most nem ír ki semmit. 100% average. Most 613-an van. Megkapom. Szerintem egyébként a 2000 dollárt azt nem nehéz összeszedni a competitionre. Tehát ha már ott tart az ember, akkor simán. Ami szerintem az odáig vezető út egy picit hosszabb, ugye, amíg a cuccaidat upgrade-eled. Megint az olasz negyedben? Hát hallod, a tököm ki van már azzal, hogy mindig oda föl kell menni. Viszont, tudjátok, hogy melyik, azt majd esetleg nézzétek meg, ha szeretitek a nagyon durván jó hamburgert. Legutóbb, amikor rendeltem, az most egy új hely volt, az volt a neve, azt hiszem, hogy Catch, mint elkapni. Tehát C-A-T-C-H. Catch Burger. Azt hiszem a klasszik hamburgert vettük, kihozták és nem tűnt nagynak. Ilyen normál hamburger méret, tehát nem az, hogy akkora, mint mondjuk az arcod. Egy ilyen normál hamburger méret, de egyszerűen annyira eszméletlen finom volt, és minden volt benne. Tehát minden, aminek... Hoppá, ez tripla. Aminek benne kell lennie, és annyira laktató volt, hogy a végét már így nagyon-nagyon nehezen ettem meg. Úgyhogy ha akartok majd kipróbálni valami újat, akkor ezt nézzétek meg. Nem tudom már, hogy helyileg hol van. Itthonra rendeltük. Tehát valahol itt a 13. kerületből hozhatták, vagy nagyon a környékéről. Nem hiszem, hogy új a hely amúgy. Nem tudom, hogy maga a hely az mennyire új. Számomra új volt, mert még sose rendeltünk onnan. Uborka utcában, ahol Ruben lakik? Hát Ruben egy pár utcával arrébb lakik tőlem, de igen. Itt ezen a környéken egyébként nagyon sokan lakunk. Suri is itt lakik a környéken. Martin is. Nem tudom, még két-három név rémlik, aki nagyon ezen a környéken, tehát hogy így elég közel. Kicsiben kóstolnám meg a bárány burger zseni. Igen? Na jó. Figyeljtek, ha már úgyis hamburger, megnézem majd, hogy a Bamba marhából tudunk-e rendelni. De lehet, hogy akkor catch burgeres bárány burger lesz a mai. Hát... nem, 3 percen van, most nem tudok beszakodni ezzel. Ott megint láttam egy collectible-t. Vagy lehet, hogy akkor catch burgeres estebéd, vagy est reggeli, vagy délutáni reggeli, nem tudom. Brunch. Nem, mert az is már elmúlt. Oda kell költöznöd? Hova? Ja, hogy itt a környékünkre, hogy mindenki itt van egy helyen. Ja, ez itt egyébként jó hely.
Most ezt nem is meséltem neked, múltkor például tök jól jött, hogy ahol Rubenék laknak, abba a házba lakik az a pár, akikkel voltunk most Görögországban nyaralni. És pont altatták a gyereket, vagyis az anyuka altatta a gyereket, apuka meg dolgozott, és még nem tudtunk fölmenni, mert nem akartunk csöngetni, hogy a gyerek ne kelljen föl. És ott szobroztunk egy-két percet az ajtó előtt, hogy írtunk nekik üzenetet, hogy írják le a kódot, tudjátok, amivel be lehet menni. Aztán ott vártunk, és én így meguntam, mondom, nem várunk. Írtam Rubenéknek, hogy te figyelj, mondom, becsöngetek hozzátok, engedjetek már be, mert csak föl kell mennünk az emeletre, lerakni a babakocsiba vittünk cuccot. Írtam nekik, mondta, azt hiszem Annának írtam szerintem. Na persze, csönges föl, és akkor fölcsöngettem, beengedtek, azt úgy mentünk be, és akkor utána már csak írtam a haveromnak, hogy figyelj, cucc lerakva, nem kellett csöngetni. Nagyon aranyos volt, hogy segített. Na, szerintem Annának írtam, nem Rubennek. Ruben szerintem streamelt. Vagy drónnal kellett volna fölvinni a cuccokat, igen. Hát figyeljetek, ha egyébként hamburgerről van szó, én megkockáztatom, hogy a legjobb hamburger Budapesten az Bamba marha. Sok jó van azon kívül, mert tényleg sok olyan helyen ettünk, ahol jó burgert lehetett tenni, de szerintem még mindig a legjobb a Bamba marha. Azt egyszerűen nem lehetett überelni. Micsoda? Hát ezt meg kell mutatnom nektek, srácok. A következő üzenettel írt rám Loli. Elkezdtem letakarítani, aztán hozzádobtam a falhoz, és ott maradt a víz miatt. A fürdőszoba falra bazmeg fölbaszta a 90x40-es avidos egérpadot, ami mivel tiszta víz volt takarítás után, fönnmaradt a falon. Új fali dísz. Legjobb. Amúgy nekem is ki kell mosnom, mert én is leöntöttem az enyémet kávéval. Azt mondja, új zuhanyzó fali dísz. Az a jó egyébként ebben, hogy tényleg mosható, tehát nekem is egyébként már az egyik helyen kávéfoltos, mert kiöntöttem a kávét megint. Úgyhogy majd megint ki kell sikálnom. Te is nézted, hogy retkes vagyok? Hát persze, mert a mocskos kezeddel folyamatosan a fejemet vakarod. Gondolom. Néha kéne egy kicsit kezet is mosni, mielőtt leülsz a gép elé, és nem ilyen chipses kézzel gyaszatolni az egeret az arcomon. Én a zingre esküszöm, de a Bamba marha is ott van színe. Tényleg mondjuk a zing is elég jó. Na várjál, így most már egy kicsit nehezebb. De nem, a Bamba marha még szerintem mindig jobb. A Bamba marha szerintem egy picit jobb. Most azért vállalom el a jobbokat, amikor van rá lehetőség, hogy csináljunk pénzt, és akkor tudunk nagy bevásárolni. Frigóburger, azt nem ismerem. Korai volt egyébként ez a kézifékes fordulás, úgy érzem. De jó, és most nem a... Ja, de jó, most nem az olasz negyedbe kell mennem. Ja, valaki már nagyon éhes lett, ahogy látom, fejezzük be. Figyelj, én még nem is reggeliztem, haver. Tehát szerinted én mennyire vagyok éhes itt, hogy a hamburgerekről beszélgetünk? Alig várom, hogy leadjam a rendelést, hogy milyen hambit viszek. Fölvettem.
Szerintem amúgy a következő kiszállítása, mondjuk ez nem biztos, hogy a mai streamen lesz. Bár, ha csinálunk egy olyan sült krumplis napot, mondjuk most ezt leadom és bevásárolok, úgyhogy legyen akkor most már nálunk minden. Vegyünk burgert, húst, bacon, cheese, tomátó, legyen onion, fries, ketchup, mustár, majonéz az volt, mozzarella, ham nem jött elő, a chili az előjött a rohadt avokádó is, és más nem. Jó, 90 dodóért vásároltam. Mi ez az indokolatlan mennyiségű paradicsom? Idő lett annyi paradicsomom. Én nem akartam annyi paradicsomot venni. Ez nem is kell. Na, a business centerbe kell elmennünk. Vagy hát nem a business center, hanem ide a buli helyre. Remélem gyorsabban nyílik ki, mint ahogy odaérek. Nem. De mint hogy itt állt volna valaki, nem? Száz kilométerre meg nem szállítanak ki? Ja, hogy olyan messze van, tehát hát annyi nem. Vagy ha kiszállítanak, akkor a gatyádat ráfizeted, mert olyan szállítási költségeket szoktak mostanában egyébként rácsapni a rendelésekre, hogy brutál. Na srácok, itt vagyok, friss vagyok, mindenem friss. Lehet jönni rendelni. Csattintom bele az olajat. Mondhatod, mit kérsz? Hát nem bazd meg, nem! Hagymát nem vettem, te... Ja, de van hagymám, jó. Jó, nyugalom, semmi gond, kiszolgállak. Nyugalom, semmi vész. Mustár és 2 onion. És rare meat-et szeretne. Rare meat-et szeretne onionnal és mustárral. Tehát azt mondja, hogy onion. Egy. 2 onion. Hol a mustár? Mustard. Nem ketchup. Nem ketchup, mondom, mustár. Egy mustár, ennyi. Oké, mehet is. Egyeske, viszontlátásra. Mi az, hogy average? Tomátó burger. Next a bunch. Ez 2 lett. Szerintem, ha nem egyenlő részekre vágom, akkor csinálja ezt. Tomátó, 2 darab tomato slice és rare meat. Az a rare meat, az már megvan. Rare meat, opp, azt nem oda, hanem oda. Egy... Baszódját telibe. Spoiled, fresh.
Aha. Aha. Jó. Egyenlő részekre kell vágni, és akkor tetszik neki. Te average Andy. Well done meat-et szeretne. Fresh meat, well done lesz, jó. Ez most itt nagyon pörögni fog. Alja, teteje. Alja. Arra nagyon sok időm van még ketchupos cheeseburgerre. Well done meat kell neki. Az elég sokáig tart. És nem kér bele tomátót. Többet kellett volna sütni rá. Nem, mert a rare az első, nem? Meat well done. Good. Oké. Okay. Na négyeske. Kettő well done husi. Buci. Oké. Okay. Egy. Kettő. Az meg majd izé jó. Oké. Okay. Az még várhat, úgyhogy addig meg tudom csinálni a kövi bucit. Úgy tűnik, mint hogyha ilyen professzionális hamburger sütő lennék, nem? Két ugyanolyat kér, sajtos ketchuposat. Jó. Egy sajt. Oda. Egy sajt. Oda. Mind a kettőbe. Egy ketchup. És te vagy a négyes. Négyes. Good! Oké, okay, az ötös, az kettő fried kér. Nice. Itt nincs. Ott van. És még nem spoiled. Azt rakjuk be. Na, itt már legalább szószoznak rendesen. Az egyikbe rakunk ketchupot, a másikba mustárt, majonézt. Jönnek a táncoló UFO-k, igen, ez az a zene. Erre jól emlékszel. Sima fried. Oké, jó, nem kell tovább vinni. Crispy-rel. Egy. Hoppá. Kettő. Egyikbe ketchup, a másikba mustár és majonéz. Te vagy az ötöske. Good. Oké, okay, hatos. Simán egy crispy fry. Hát az easy. Csak bedobom a fáradt olajba. Aha, hát jó lesz az. Jó az neki szerintem. Nem annyira friss, de jó. Mondjuk azt a spoiledot, azt ki kéne addig dobni. Out of gas. Visszakapcsoljuk. Hú! Na jó, tehát így tök jó, hogyha speciálisan egy dologra koncentrálsz, és megpróbálsz ahhoz ugye mindenfélét az igen, apám! Te aztán gurmé vagy, bakker! Na, az komoly lesz! Lumberjack burger!
Gucci. Na, nézzük csak. Tehát akkor kell nekünk hambuci. Egyszer. Kétszer. Csináljuk először az alsót. Az rare meat. Rare meat és onion slice. Ez már rare meat? Igen, meat rare, és kettő onion. Azt mondja, hogy egy onion, kettő onion, és mustár. Oké, kész az első burgere. A hetesnek. A másik, fűj, bazdmeg, abba aztán kell hús. Addig fölpattintjuk a... Egy hús, két hús, és még bacon is, ugye? Igen, mert well done bacon-t kér, és kettő medium húst. Húst, ezt ki fogom rakni a pultra egy kicsit. Oké, okay, két médium hús. És a bacon az well done-ba kell. Két médium húsi. Addig húzunk bele egy sajtot. A well done bacon mindjárt megvan. A burger teteje mindjárt megvan. Oké, okay, és mi hiányzik abból? Egy ham slice. Na, ez már hamburger. Faszom volt benne bad. Valószínűleg az, hogy rettentően koszos volt a cucc, ugye? Valószínű az volt a baja, mert maga a rendelés az rendben volt. Hát igen, mondjuk erről most egy egész hamburgert lesikáltam szerintem. Tudod mit? Lásd, kivel van dolgod. Lásd, kivel van dolgod. Friss olajba. Friss olajba fogom neked ezt kisütni. Tessék. Fried fries. Kimaradt a mustár? Ó, komolyan! Kihagyta a mustárt? Hát az akkor nagy hiba. Akkor megértem, hogy miért nem tetszett neki. Serve four burgers in a row without any mistakes. Az nem jött össze. Mennyire izzadt vagy? Szerintem vége a napnak. Na, ez egész jól sikerült. Megfigyeltétek, hogy mennyi profitot hozott esetleg ez a nap? Basszus, a Samsung játékról jut eszembe, szerintem elfelejtettem egy posztot. Hú, stream után ezt meg kell csinálnom. 7.30-at láttam úgy csónak.
Aztán végül is akkor, várjál, tehát akkor 150-et termeltünk. De ugye nyilván a profit az nem annyi volt, mert 100-150, akkor előtte még vásároltunk is. Igazából most a nagyon fontos az volt, hogy fölmentünk 4-es presztízsre, és most haza tudunk menni, és meg tudjuk nézni, hogy először nem dekorokat, hanem hogy a kocsin mit tudunk fejleszteni. Alvázmosás. Több lett volna, a hamburgert nem rontjuk el. Igen, azért azzal egy picivel több pénzt kapunk. De hál' Istennek nem az van, hogy olyankor nem fizetik ki. Na, nézzük. Tehát, prestige szint növelés után upgrade-be rizsfőző. Tehát rizsfőzőbe fele annyi energiát fogyaszt, és tudunk több rizst beletenni. Jó. Burger machine. Na! Ó, eddig is 5 férőhelyes volt, nem 4. Még kevesebbet fogyaszt, és 6 férőhelyes, az nagyon jó. A fry machine fele annyit fogyaszt, és ugyanúgy 4 férőhelyes. Jó. Table. Fontos. Ó. Aha. 5 férőhelyes a szeletelőnk. Order table. 3 slotossá válik, az is elég jó. A shelfen nem tudunk változtatni, a frigón nem tudunk változtatni, a freezeren igen. De a freezer szerintem csak annyi, hogy freshness multiplier van rajta 75-ér. Jó, és a rádió. A rádión pedig nincs változtatási lehetőség. Figyeljetek, maxra húztuk a kocsinak a belsejét. A külsején hát átfestetjük rózsaszínre. $200 kerék. Azt figyeld, egy maci van a keréken. 200 dodóért. Vagy visszapillantó tükröt, az fontos. Az ablak az marad. Van bannerem, 100 dodóért. Ad ide. És seglámpa? Seglámpa még mindig nincs. Jó, figyeljetek, még ez is fejlődött. És akkor nézzük a garást, mert erre vagyok még nagyon kíváncsi. A falaknál most unlockoltuk ugye a 4-es presztist. De mindegyik egy rakás szar. Mármint én értem, hogy változik a textúra, de ugyanolyan koszos fos. Computer volnál látjuk egybe. Ott mondjuk azok a virágok nem néznek ki rosszul, de gondolom itt majd az a neonos lesz az utolsó presztízsen a durva. Viszont a dekorba tuti, hogy nyílt meg új. 125 ér, ó, nézzétek, a nagypapásból átmegy ilyen, hát egy picit modernebbe. Ez egész jó. A map area. Ó, elkezdjük végre a füvet is termeszteni. Ó, nagyon jó. Változhatnak a neonfények is 125 ér. Sugiya Suzutoku Degure Haza Artemu Amankabol.azt Hittam Hoji Pian Hetek Elemaya Erek Haza Desuzakado Aplafon Bakorat Jae Jiresen.pon Laptop/Bilenitiazjep Kombora. Ez szerintem itt átmenjünk full illegálba. Tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-szor 125 dollárért teljes botanikus kertet fogunk tudni csinálni. Viszont nézzétek meg, hogy milyen menőn néz ki most már így belülről a kocsi. Most már azért ez föl van fejlesztve. Cuccot majd megnézzük, hogy miből mennyit kell venni. Szerintem. De az szerintem most legközelebb lesz, srácok. Most nem kezdünk már bele egy újabb körbe, viszont ha a load game-re rámegyek, ezt
Nem tudom, hogy ezt mikor mentett utoljára, vagy hogy vannak a mentések. Vagy ha eleget várok, akkor történik egy autómentés. Heisenberg, nagyon szépen köszönöm a 10. hónapot. Leszakadt a plafon vakolata egy részen. Micsoda? A laptop billentyűzet gép kombóra. De nincs semmi baja. Vagy mármint, hogy ilyen nagy rész szakadt le, és valami kár is keletkezett? Vagy csak kicsit takarítani kell. Ja, szóval tök menő lett a kocsi is, nézzétek meg. Van már egy ilyen mini UFO bannerem. Van menő visszapillantó tükröm, és meg 200 dodóért rárakhatunk egy macit is a kerékre. Ja, ez így menő. Figyeljétek, ezt innen fogjuk majd folytatni, vagy hogyha nem innen, akkor majd újra megvásároljuk a dolgokat.